Na hajrá, hajrá, kezdődik a mérkőzés. Akkor még nem kezdődik a mérkőzés szerintem. Csak a kapcsolatot nézték meg. Reméljük, hogy jó lesz az is. Múltkor volt egy kis probléma vele, ugye? Mármint a kapcsolattal. De most felállnak a csapatok. Mindenki lélegzett visszafojtva várja, hogy elkezdődjön a mérkőzés. Mészáros elfoglalta méltó helyét az eni pozícióban, ami jelen pillanatban igazából semmit nem ér, vagy semmit nem jelent. Kiléptek, azt írja az Attila. És elvileg, nem is tudom, hogy van, hogy kétszer léphetnek ki összesen. Vagy háromszor. És a harmadiknál ugye a mérkőzéseket megkapja a Lokomotív. Na, szevasz, Gáborom! Szia, szia! Ja, elfelejtett Enibe állni valaki, azért léptek ki. Ja! Oké. Akkor az volt a probléma. Gáborom, dolgozok az ügyön, de hát sajnos itt, vagyis hát nem sajnos, bocsánat, de azért itt akadtak családi nem problémák, dolgok, délutáni program is volt, stb. Stb. Úgyhogy ha rajta leszek az ügyön, és megígérem, hogy holnap délelőtt ránézzünk, jó? De valószínű este én már nem fogok ezzel foglalkozni. Na, akkor szerintem mindjárt kezdünk újra, hogyha ezt a kis technikai malört átlépik a srácok. Miért volt eddig? Ja, bocs, ne haragudj. Mindenképpen, Gáborom, mindenképpen. Én szerintem amúgy elindulok egy olasz vonalon. Egy ilyen francia-olasz hibriden. Várj, akkor lehet más éged ki. Jogos, jogos. Valakire várunk még. Szerintem Rónaira, ahogy ha jól látom, ott a csatár pozícióban. De Rónai is megérkezett. Úgyhogy szerintem hamarosan kezdetét veheti az első meccs. Na, nézzük akkor újra a kezdőt, aki esetleg most csatlakozik be. Kapuban Nyuli, Weberből Habó és Benedek a védelemben. Szemes, Darvasi, Pallag a középpályán, támadó középpályán Mészáros, Pehár és Rónai természetesen a csatársorban. És kezdődik is a mérkőzés, mint ha megérezték volna, hogy felsoroltuk a kezdőt. Tehát akkor újra a Lokomotív csapata játszik gyakorlatilag a Black Angels ellen. A Lokomotív jelen pillanatban az Xboxos HPCL Liga első osztályának negyedik helyezettje, a Black Angels pedig a 11. helyen foglal helyet jelen pillanatban. Úgyhogy nagy szükség van erre a 6 pontra a pécsi srácoknak, úgyhogy hajrá, hajrá, szurkoljuk ki nekik a győzelmet. Beteleportál a pálya is szépen lassan. Nem, ez
ez egy hivatalos Xboxos liga, ez a HPCL liga, közben elkezdődik a mérkőzés, Pehár hozza föl, Pallag, Mészáros löbbeli be a labdát, de ezt leszerelik a védők könnyedén. És már a jobb szélen futtatja a Black Angels a játékot. Behozzák középre, egy kis középpályás játék, megnyugtatják, kiteszi a szélére, de már ott a védő, nagyon gyönyörű. Nagyon gyönyörű. Weberi az újabb tisztázás, és dobhat a Black Angels. Na lássuk, mire képesek ott a szélén. Egy beadás, amit könnyűszerrel a védelem tisztáz, de nem jó helyre, és most szerzi meg Darvasi. Na, Rónai a labdával. Nincs mit. Nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre, amit tudok, amit nem tudok, azt pedig megkérdezem. És onnantól kezdve már tudni fogjuk. Na, közben egy labdavesztés a középpályán, Zitzer. De les volt, hála jó Istennek. Habó ki Weber felé, de azt a labdát, azt lefülelik, kicsit rövid volt. Mészáros ugratja ki Pekárt. Pekár a szélén nagyon üresen. Vajon cselezés vagy beadás lesz? Nagyon szépen behozza. És egy gyönyörű góllal. Rónai révén vezet a Lokomotív. 1-0 a 11. percben. Dúshajú Rónai. Nem volt nehéz dolga, gyönyörű volt az indítás, gyönyörű volt a bepassz. Úgyhogy 1-0. Így kell kezdeni egy mérkőzést. Közben a Black Angels hazapasszolja a labdát, de már indítanák a szélét, de Darvasi nagyon jól helyezkedett, Pallag fölpassza, Rónai, Mészáros... Elég sokan vannak. Mészáros nagyon jó labdája. Pehár labdát szerez, de nem sikerül megtartani három védő között. Közben Szemes fejelte föl a labdát, de már ezt megszerzik. Szemes visszaszerzi. Benedek felpassza, nem jó. Nagy kereszt labdával operál a Black Angels, amit ből tükör simán leszerel. Nagyon szép. A Makett ott a szélén fölpasszolja, Mészáros hozza. Szerintem nincsen. Ripet, szerintem nincsen. Abszolút életkorhoz igazítva ez az egész. Nem hiszem, de mondom, írjál rá a srácokra Facebookon, és biztosan meg fogják válaszolni minden kérdésedet. Mert én, amit tudok, tehát én igazából annyira nagyon-nagyon mélyen nem vagyok benne. Tehát főleg e-sport szinten nem játszottam soha próklubot. Meg amúgy más sem, de próklubot biztos, hogy nem. Na, közben nézzük egy beadás. Hát de Nyuli a helyén, de Webert lefejelik. Habó gyönyörűen tisztáz, amit Pehár gyönyörűen lefejel. Mészáros tartja meg a labdát nagyon szépen. És Mészáros bombázta ki. Azt mondjuk, lehet, hogy egy beragadt gomb volt, vagy egy lövőcsel sikerült abból. Közben Benedek védekezik itt a szélén. Rónai jön hátra a labdáért. Szia, Krisz! Darvasi megtartja, kicsit letámad a Black Angels csapata. De hát onnan ki lehet ívelni. Szerintem Pehár volt ott, nem láttam pontosan. Rónai. Pallag teszi föl. Mészárosnak. Mészáros labdája sajnos nem jó. Pehár majdnem visszaszerzi. De Mészáros most megszerezheti. De hát sajnos egy technikai hiba miatt kimegy a labda. Úgyhogy jön a Black Angels csapata. Visszafejelik Pallag. Pallag szép passzal. Szemes gyönyörű passza.
de Pehárnak nem sikerül megtartani a labdát majdnem zicserben, megint beleszerelnek az utolsó pillanatba. Darvasi nagyon szépen tartja meg, nagyon szépen tartotta meg, és hozza ki a labdát a bolyból. Szemes, egy labdavesztés, de Pallag megint megérkezik. Gyönyörű, Pehár, Mészáros lő, és véd a kapus. És ott a szöglet után nem sikerül befejelni a második megnyugtató gólt. Nagyon jó, Ből! És Ből góljával már 2-0 az állás a 39. percben. Nem, gratula Krisz, teljesen jó szerintem, ügyes voltál. A Hóri Horgas Ből a középső védő pozícióból felsettenkedett, majd irdalmatlanul befejelte a labdát a hálóba. Egy indítással próbálkozik a Black Angels, amit Benedek nagyon szépen leszed, de rossz a passza fölfelé. Ből, nagyon jó helyen. Hát, majd Pallag hozza fel a labdát. Mészáros. Pehár. Pehárnak a visszapassz, de ott a Hóri Orgas védő mellett nem lehet megoldani. Szemes, Pallagnak, Pallag lő! Levágódik a blokkról, meg lehet-e menteni, megmenti Mészáros, gyönyörűen hozzá el a szélén és szöglet. Egy újabb szöglet variáció, Ből, ez sajnos kapu mellé. De ezt is sikerült elfejelni a pécsieknek, úgyhogy elég jó fölényben játszanak. Itt az első fél idő végén az viszont egy jó indítás, vissza kell érni a védekezéssel, nem szabad, hogy be tudja passzolni középre. És elrontja a paszt, lassan lejár a hosszabbítás. Lejár a, mondom, Spori! Hosszabbítás, hello, vége van! És a második percben lefújja a játékvezető a mérkőzést, első fél idejét. Variáció, Ből, mi van? Hagyjál már, Gáborom! Be vagyok rekedve, hülye, alig bírok beszélni. Na! Az első fél idő eddig nagyon jó. 2-0-ás vezetés. Nem röhög, együtt érez. Szia, Benny! Szia! Hát igazából mindenki jól játszik. Kézzük, Benedek adta az egyik asszisztot, a másikat azt nem láttam, talán Mészáros volt a másik assziszt a két gólszerző mellett. De ugye Rónai és Ből góljaival 2-0-ra vezet a Lokomotív. Á, de ezt hallod? Ez nekem így ma délután kezdett el kijönni, már a tököm ki van vele. Na, elkezdődött a második félidő természetesen. A Black Angels kezdte a játékrészt, és hozzák is fel a labdát, ott a jobb szélen megpróbálnak kicsit kavargatni, de hát Szemes. Gyönyörű szerelés, Rónai megtolja, visszateszi Mészárosnak, Mészáros passza sajnos pontatlan, de nagyon nagy esély lehetett volna. Igen, Cortez, itt is. Meg hát, ha itt belegondolsz, ugye 22 embernek a kapcsolatát kell ugye egyszerre lereagálni az egésznek, úgyhogy azért annyira nem egyszerű. Szia, Gyulus, szia! Hát meg a kamuk azok ugyanúgy itt is benne vannak, elég rendesen. Hallod? Cortez, le kell ülni, meg kell beszélni ezt a dolgot szerintem. így, Sipszó végig meccseken, így van. Na, közben Maki hozza fel a labdát. Azt mondja, hogy Pehár a jobb szélen. Rónai már helyezkedik középen. Pehár el tudja passzolni. Rónai visszateszi Pehárnak. Pehár lő, és 3-0 a mérkőzés. Hello, Döncike, minden oké. Egy kis próklub. Így a
hét lezárásaként a csatornán. Az ellenfél kapusának a neve Clean Sheet. Hát ez most nem jött be annyira neki, hála jó Istennek, de hát ez van. Én nem játszok, hála Istennek, mert szegény srácoknak elég bajuk lenne, hogyha én is játszanék velük. Nem biztos, hogy 3-0-ra vezetnének. Hova riped? Na. Közben Mészáros hozza fel a labdát, nem jó a passz Rónainak. 63. perc, nagyon-nagyon sima 3-0-es vezetés birtokában vannak a pécsiek. Aha, persze Petikém, jó-jó. Hát én nem tudom, tényleg nem tudom. Biztos, hogy lehet. Ezt mondom, hogy írjatok rájuk Facebookon. Felkiáltója Lokomotív parancsrácok, és ott van a Facebookos link, amivel egyből... És ott a negyedik gól! Mészáros, de gyönyörű akció volt! Legooglizza! Googlizd ki azt a gólt, tesó! Az nem volt azért csúnya. Azt azért valljuk meg. Egyből dropból. 4-0. Igazából 4 gólszerző a 4-0-es eredménynél, ugye az elsőt Rónai lőtte, a másodikat Ből, a harmadikat, ha minden igaz, Pehár, a negyediket miért állt meg ott a fiú? Pedig Mészáros pallak hozza. Szemes! De a védő beleblokkol, Pehár visszaszerzi, Pehár nem tudta visszapasszolni sajnos. Jöhet az ellentámadás a Black Angels részéről. Felpasszolják a labdát. Hát ott volt egy kis tömegszex, de túl vannak rajta a srácok. Egy finesz, amit nem sikerül, Ből nagyon jól lépett bele a labdába. Ből újra nagyon jól érkezett, amit Rónai megszerez, a felfejelt labdáját. Pehár Rónainak, de szép csel, vissza Pehárnak. Még egy passz. Még egy Pehár, és beleblokkol a védő, majdnem üres kapura sikerült játszani gyakorlatilag. Hát ez ilyen macska-egér játék volt az előző támadás, gyakorlatilag gyönyörűen játszották le a srácok tényleg a legutolsókig. Közben egy felívelés, amit Habó fejjel el, így szöglettel jön az ellenfél csapata. Igen, Rónai a fehér mikrofonhajú. De tudod, be van építve közben neki a hangfal szett egyébként, azt úgy nyomatja meccs közben. Szemes közben majdnem labdát szerzett. Jön az ellentámadás egy íveléssel. Darvasi azt gyönyörűen megszerzi. Megpróbál neki becsúszni azt a mindenit. Fagyott az éjjel? Vagy mi történt, hogy ekkora csúszkálások vannak? Közben Pehár érkezik. Pehár teszi le Mészárosnak. Gyönyörű volt a lövőcsel, csak azt nem ette a védő. Pehár újabb nagy zicserben. De ezt viszont a kapus fogja. Mondjuk itt a kapusposzt azért elég meredek egyébként. És ugye aki eddig nem látta volna a lokomotívos srácokat, Nyuli az egyik legjobb kapus ebben az Xboxos ligában. Pehár, közben Pehár visszalövőcsel, és megint a blokk. Nem, Cortez, teljesen más a kamera nézete a kapusnak. Tehát amikor mondjuk bemész a FIFA 22-n belül a Skill Games-be, és ott van olyan, hogy védeni kell, vagy valami, akkor ott látod, hogy milyen a kamera nézete a kapusnak, tehát írtózatosan más. Közben egy szabadrugásból, amit kifejelnek könnyedén a Black Angels játékosai, és indulnak már előre, gyakorlatilag, hát, 4-5-be támadnak, eddig ezt jól hozzák föl. Én nem kb. Semmit, én abszolút semmit nem fognék meg. Közben a szöglet, amit Ből gyönyörűen kifejel, Pehár nagyon szépen játssza le a labdát, és igazából itt lesz, hát 1-1, nem? Cselezni kell. Nem sikerült, mert becsúszott a védő.
Ott a reverse elasztikot meghúzta volna, aztán akkor köszönjük szépen a részvételt. És az utolsó percekbe lépünk, itt már a hosszabbítás van, közben... Közben... Még nem, még van egy támadásunk, Mészáros, gyönyörű csel, de lefújja a játék. Le... Játék? Játékvezető. Szia Blood Shark, ciao ciao, szia szia. Na, urak, az első mérkőzésen a 3 pont begyűjtve, még egy mérkőzés van, azon is meg kell szerezni a 3 pontot, és gyönyörű szép 6 ponttal le lehet zárni ezt az idei 2021-es próklub évet a lokomotívosoknak. Nem láttam még, nem, hát az kimegy a stream, jó ember. Preview pack Messi, VL-ért pak Ronaldo 5 percen belül. Ja, hogy te vagy az? Ja, hogy te vagy az? Igen, és akkor itt is van a 4 gólszerző, amint mondtam. Igazából a támadó trióból mindenki betalált. Rónai, Pehár és Mészáros, illetőleg egy szöglet után még Ből fejese hozta ezt a 4-0-ás eredményt. Hát igazából igen, a védelemnek nem lettek extra osztályzatai. Pehár 1 gól, 2 assziszt. Az nagyon szép. Rónai 1 gól, 1 assziszt. Mészáros 1 gól. Benedek adott 1 asszisztot. Illetőleg Ből rúgott még. Szia Marcellus, ciao ciao. Jó, nem beszélek veled, opció. És akkor jöhet a második mérkőzés mindjárt ezután. És akkor reméljük, hogy 6 ponttal zárják a srácok ezt az utolsó idei két mérkőzésüket. És remélhetőleg ugye a dobogón fognak telelni, úgymond. Vagyis hát az új évet a dobogón tudják majd elkezdeni. Megyek, sírok akkor, oké. Ezt van az első gól. Egy gyönyörű szép bepassz után, Pehár passza után, ugye ez itt már nem volt nehéz dolga Rónainak, de be kellett fejezni. Ezután jön a szöglet. Amit Ből gyönyörű szépen érkezik, gyönyörű szépen helyezkedik. És nagyon szépen befejeli oda a bal alsóba. És igazából Bőlön nem voltak sokan, csak úgy egy négyen, így hozzávetőlegesen. De hát hála Istennek ott a Black Angels védőjét elmentek kicsit más irányba. Úgyhogy Ből ezt nagyon szépen befejelte. Itt Pehár gólja, amit Rónai adott vissza neki gyönyörűen. Ők kényszerítőztek, és gyönyörűen kirúgta a rövid alsót. Az igen, mondjuk az labda átvétel volt, a háta mögül gyönyörűen vett át a labdát. Szép volt, Habó, szép volt, szép volt. Dunai Peti, köszönöm szépen a követés, szia, szia. És akkor itt van, ez a dropból, tehát átadt a kapus. Hát ez nagyon szép akció volt egyébként. Én, Peti, V-et lejátszani most? Nem. Mint látod, próklub megy éppen, nem is én játszom, hanem a Lokomotív játszik a Black Angels csapatával. Úgyhogy nem. Szia Ricsikém, hello, hello. Úgyhogy folytatódik a mérkőzés. Aki esetleg most kapcsolódik be, annak elmondom újra a kezdőcsapatokat. Kezdőcsapatokat? Kezdőcsapatot. Mondom, hogy este van. Nem fog már az agy. Tehát a kapuban Nyuli,
jobb védőben Weber, bal védőben Benedek, a középső védőposzton Habu, illetve Bül játszik, a három középpályás Szemes, Darvasi, illetőleg Pallag balról jobbra, a támadó középpályás Mészáros, csatárpozícióban pedig Rónai, illetőleg Pehár. Úgyhogy még egy mérkőzés van ebből a fordulóból. Nem baj, Ricsikém, örülünk, hogy itt vagy. Még ha kevés idő is van, akkor is örülünk neki, hogyha itt vagy. Úgyhogy mindjárt kezdődik a visszavágó. Az első mérkőzés ugye... 4-0-ás végeredménnyel zárult. Hoppá-hoppá, technikai malőr, eltűnt a kép. Visszajött a kép, minden rendben van. Resi, nagyon szépen köszönöm a követést. Szia, szia. Igyekszünk képbe kerülni. Úgyhogy mindjárt perceken belül folytatódik a mérkőzés. Második meccs. És akkor az idei Xboxos Pro Club szezon a Lokomotív csapatának lezárul. Jó kis szögletet nyomtam, na, na látod. Na, most végre bemennek a helyzetek. Igazából még itt a második félidőben még volt egy 2-3 olyan szitu, ami hogyha nincs az utolsó emberes autó, vagy utolsó ember, ez nem autóblokk, mert utolsó emberes blokk, akkor ez még lehetett volna azért simább, még ennél jóval simább mérkőzés, de hát ez így is nagyon szép volt. Tehát nagyjából szerintem a Nyulinak egy beadást kellett talán kiütnie egész mérkőzésen? Úgy nagyon, nagyon nem is volt igazából helyzet ott a kaputok előtt. Na lássuk a második fél időt. Black Angels kezdi a mérkőzést. Akik most okosan megjáratják a labdát. Szia fiam, érkezik. De jó neve van már. Darvasi hozza föl, Pallag. Mészáros Pehárnak. Nagyon szép csel Pehár. Rónai. Hát az nem les, nem volt les, hála is. Nem, Pehár visszaszerzi. Nem, Pehár nem tudja bepasszolni sajnos a labdát. Újabb jó kis szöglet. Újabb jó kis szöglet. Benedek. És clean sheet megfogja a labdát. Pallag megszerzi. Rónai. Kijött a kapus. Hát, lesi puskás Pehár. A lesi pusi Pehár. Góljával vezetés szerzett a Lokomotív. Nem is kellett sokat várni rá a 7. percben. Szegény kapusunk. Na körülbelül... Cortez, hogyha én lennék a kapus, körülbelül ugyanezt csináltam volna, mint clean sheet. Hazadják a kapusnak. Aki kiíveli. Kivárt az utolsó pillanatig, nagyon meleg volt a szitu, mert ott megint labdát veszít, akkor nagyon-nagyon hamar 0-2 lehetett volna a mérkőzés. Közben Nyuli nyújtja meg, amit nem sikerül lefejelni, de összeszedi a Black Angels. Akik megjátszák a jobb szélt, a beadást sikerül beadni. Újabb Black Angels támadás. Bejátszák középre, megpróbálja a kényszerítőt Szemesnek nem sikerül. Újabb Darvasi, nagyon szép szerelése, és már indulhat a szélen Mészáros. Középen Rónai és Pehár várja, de Mészáros két embert megetett. Megkapja Rónai,
Szemes, Pehár, Rónai. Visszateszi Mészárosnak, Mészáros lő, és véd a kapus. Egy újabb fantasztikus szöglet variáció következik. Ez a 79-es figura, mert egyébként 102 van belőle. Ez most éppen nem sikerült, mert ezt le tudták védekezni az ellenfél játékosai. De Ből visszaér a szöglet után, és nagyon szépen megszerzi a labdát, úgyhogy indulhat az újabb lokomotív támadás, amit Pehár már meg is kap elől. És nem sikerül, hát itt viszont nagyot védett a kapus. Most nem tudom, mi történt, de az itt a legnagyobb probléma, hogy megint eltűntek a fejek fölül a nevek. Tehát azt akarják a srácok, hogy én így már kinézetre mondjam meg, hogy ki kicsoda. Ez így nehéz lesz. Közben a Black Angels hátul elég hajmeresztő labdakihozatalt produkált, de sikeres volt nekik egyébként. Így a becsúszás hátulról. Hát Spori, az egy év eltiltás, meg minimum egy 4 piros lap. De nem. Még sárga sem volt. Még sárga sem volt. Szemes. Rónai. Rónai ugratja ki. Mészáros. Na végre megérkeztek a nevek oda a fejek fölé. Nagyon örülök neki. Szemes. Szia Binci, hello, hello! Közben Mészáros szerzi meg. Pehár. Pehár tolja le Pallagnak. Rónai, Rónai lő, meg lehet szerezni a kipattanót. Hát, de ott volt egy 2,5 méter magas középső védő, aki mellett nem lehetett elfejelni. De Szemes megszerzi, Pehár. Pehár hosszan vette át egy icipicit a labdát, és ez már elég volt ahhoz, hogy a védő becsúszva tudjon szerelni. 31. perc. Mi újság, Binci? Támad a Black Angels. Szemes megszerzi. Jó, Mészáros. Benedek. Nagyon szép. Pehár fejeli vissza, Rónai a labda. Rónai gyönyörű csellel hozza vissza a játékba. Viszont egy eladott labda következik. Nagyon támadnak most. Igazából egy 4-0-ás győzelemről maradtál le eddig. Ez most a második mérkőzés. Ugye az Xboxos HPCL Liga első osztályában a Lokomotív csap össze a Black Angels-el. Az első mérkőzést a Lokomotív 4-0-ra megnyerte. Közben itt Szia fiam hozza fel a labdát. És egy beadásból kiegyenlít a Black Angels csapata. Coffos József kiegyenlített. Hát nem igazán örülünk ennek a gólnak, de hát kell rá rúgni egy párat, és akkor... Hű, micsoda speedlaggok vannak itt, hello! Habó hozza föl, Darvasi. Kicsit pontosabban kell játszani, srácok, és akkor meg lesz ez a mérkőzés is. Rónai. Beadja Pehárnak, Pehár gyönyörű szépen tisztáz, és ott is van a vezető gól. Pallag? Ki a másik dúshajú növendék? Benedek? Nem, Pallag? Pallag góljával nem igazán sokáig örülhetett a Black Angels az egyenlítő gólnak. Mert gyakorlatilag a középkezdés után majdnem, hogy egyből sikerült is átvenni vissza, hogy visszavenni a vezetést. Közben Darvasi hozza fel. Na most még a fél idő előtt egy nyugtató gól kellene a srácoknak. Rónai, nem jó a passz, ott a védő azt lefülelte, és megy a bal oldal. Szia fiam, becenévre hallgató játékos adta el a labdát, és itt történt valami szabálytalanság, de mi? Kit figyelmeztetett eme kedves játékvezető Makettet? Nézzük a szabadrugás variációt. Hát ott mi történik? De hát Nyuli! Nyuli ott a helyen. A beadásra figyeljünk oda.
Hát én ezt akartam mondani, hogy elég csúnya szabálytalanság volt. Hála Istennek be is fújta. Mennyibe kerül a FIFA 22? Gőzöm nincs, megmondom őszintén. Attól függ, hogy milyen platformra szeretnéd megvenni, hol van éppen leárazva. Teljes áron én már biztos, hogy nem venném meg. Na, az első félidő 2-1-es Lokomotív vezetéssel zárult, és még egy félidő van ennek a 2021-es évnek az utolsó mérkőzéséből, ami hamarosan elkezdődik. Jó játszanak a srácok, sajnos kaptak egy gólt, de hát ez benne van ebben a játékban bármikor. A második félidőt meg kell nyomni, és simává kell tenni ezt a mérkőzést remélhetőleg. Szemes. Mészáros hozza fel, de Mészáros egyből elveszíti a középpályán, amiből indulhat az ellenfél. Forgolódó, de nem sikerül természetesen. Nagyon jó zárt a védelem. Nagyon jó. És akkor onnan most ezt gyönyörűen ki kell hozni. Nagyon szép. Darvasi kapja a labdát, Darvasi játsza át a másik oldalra. Ez gyönyörű meglátás volt, mert üres a teljes bal oldal. Nagyon szép bepassz. Szemes. Nagyon szép, Pehár! Pehár óriási zicserben lett volna, hogyha nem lenne les. De ugye, sajnos les volt. Benedek szedi össze, Benedek íveli föl, és abból mehet Rónai. Nem tudom, hogy van-e értelme középre adni, mert nagyon figyelték Pehárt. Pallag! Óriási zicser! És mellé. A Black Angels íveli fel. De Nyuli ott van a helyén, és egy ilyen kipattanós, hagyjuk is milyen gólt lő az ellenfél csapata. Itt szerintem azért van némi kapcsolat probléma itt a két csapat között. Oda néz, azt a speedlagot nézzétek, azért az elég meredek amúgy. Na gyerünk srácok, be kell húzni a mérkőzést, itt nem szabad elpackázni ezt az utolsót. Közben Pehár támadja a labdát, Pehár sajnos kirúgja. Tottikán megy a host. Jó? Pehár! Óriási zicserben! És átveszi a labdát a játékosa, ahelyett, hogy gondolom Pehár már spemelte a lövést. Mészáros, gyönyörű, Pehár újabb zicser lehet, nagyon szépen csinálja vissza Mészárosnak, és két játékos blokkolt be a lövés vonalába, úgyhogy sajnos nem sikerült a kapuig eljutnia. Mérkőzésből 30 perc. Mészáros labdát szerez, és nem sikerül. Egy ívelés, nagyon jól sikerült sajnos. Hát mindegy, akit érdekel, az majd nézi Totti maximum. Ne törődj vele. Sőt, még én is bele fogok nézni, mert kíváncsi vagyok a kapus szemszögére, tök őszintén. Hogy néz ki egy meccs, amikor például a Nyuli például, meg te akár mit láttok egy mérkőzésen. Hogy él együtt a kapus a játékkal, stb. Közben a Black Angels támad, és nincs már hátra sok, 22-23 perc, a fél idő fele eltelt. Atya úristen, megint egy fejes.
úgy néz ki, a Black Angels nagyon ráment ezen a mérkőzésen a beadásokra, mert igazából másból nagyon nincsen támadásuk. Ezek a beadások. Gyönyörű szép passz! És felszabadít a védő. Na most kell az a szöglet variáció, amiből gólt kell lőni. Bőre nagyon figyelnek, és nem is sikerül Bőrnek elfejelni a labdát. És egy újabb kontra, de nem baj, Szemes ezt összeszedi, nagyon szépen. Ből, játsszuk meg. Hát igen, Ből az nem a dribblingjét húzta fel a karakternek, az biztos. Mészáros, Pallag. Nem, Rónai volt egyébként. Jó, Szemes összeszedi. Nagyon szépen tálal ki a szélére. Mésze. Belelövi. Pallag összeszedi. Rónai, sajnos egy blokkból visszapattanó lövés. Darvasi. Mészáros, Finesz, és újabb szöglet, és újabb szöglet, nyoma lokomotív, meg kell lenni ennek a mérkőzésnek. Rónai, egy újabb szöglet variáció, át a hosszúra, de hát a két méter magas védőt nem sikerült megfejelni, és ebből van sajnos egy óriási kontra, de hála Istennek ott a túloldalon rosszul helyezkedett a másik játékos, úgyhogy nem sikerült visszapasszolni a labdát. Közben Rónai veszi át a labdát, Pehár indul el. Az tizi, az viszont tizi. Óriási butaságot csinált a védő egyébként, tehát ott nem szabadott volna becsúszni, mert a tovább követi. Pehár lövi a 11-est, és Pehár nagyon okosan. Meg is van a harmadik. Gól, 3-2-re vezet a Lokomotív, 10 perc van vissza a mérkőzésből. GG Pehár. Tehát ott azért nem biztos, hogy beszabadott volna csúsznia egy védőnek. Na, és akkor a középkezdés után támad, íveli föl újra a labdát a Black Angels, de ezt már Darvasi összeszedi a visszatett labdát. Pallag, Darvasi, Szemes, Pehár, gyönyörű! Atyavilág Rónai. Szegény pókok. Szép gól volt, gratulálunk. 4-2, így gyorsan a végét le is zárja a Lokomotív, hála Istennek. És még 6 perc van vissza. Mészáros pörgölődik, elveszíti sajnos két ember mellett. Mészáros visszaszerzi, és igazából Mészáros ellövi a hosszút. Meg kellett próbálni. Bár lehet, hogy előre célra vezetőbb lett volna a bepassz, de ez így is szép volt. Mészáros trükközgetett egy kicsit, ez nem sikerült sajnos. Egy újabb felívelés, de Ből a helyén van. Pallag és Darvasi összjátékából Pallag hozza fel a labdát, majd Szemes. Szemes játssza ki a szélre, Benedek. Benedeknek nem sikerül a csel. Szemes, Rónai, letelt a rendes játékidő. Megmentik, Szemes. Pallag, Mészáros előtt marad, de ezt már fogja a kapus. És szerintem nagyjából a végeredményhez el is érkeztünk. Darvasi még megpróbálja felhozni. De a vége Lokomotív Black Angels 4-2, az első mérkőzés 4-0-ra nyerte a Lokomotív, szóval kettős győzelemmel zárták ezt a bajnoki idényt a srácok, gratulálunk nekik. Úgyhogy óriási gratula urak a mérkőzésekhez. Hát nyomasztó volt a fölény, főleg lövésekben, azért 16 lövés, 4,5 accepted góllal, az ellenfélnél 8 lövés, 3,4 accepted góllal. Nézzük, ki lett a mérkőzés embere a játék szerint. Pehár Csabi. Hát igen. Mondjuk 2 gól, 2 asszisztal, ez annyira nagy meglepetéseket nem szül ez maga után. Makit egy kicsit lehúzta a játék, 5,9-et. Kapott. Ből stabilan, Habó is,
mondjuk a két szélsővédőt leúzta, lehet, hogy azért, mert nem volt sok dolguk. Úgyhogy 4-2-es győzelemmel zárult ez az utolsó mérkőzése a Lokomotívnak. Nézzük meg még a gólokat. Hát itt a kapus. Nem is értem, hogy ő hova akart menni. Na. Srácok, úgyhogy valószínű, remélhetőleg a srácok a dobogón fogják zárni ezt a 2021-es szezont, ugye nyilván ehhez kell ennek a többi mérkőzésnek a végeredménye is. Szia, recsegőm! Igen, azt mondtam, hogy 2021-ben az utolsó. Igen, azt mondtam. Vezet a Nápoly, Cortez? Az igen. Az elég gyors volt. Hát ezért mondom, hogy igazából azért húzott le a játék titeket, mert igazából semmi dolgotok nem volt konkrétan. Vagyis a túl sok minden nem volt. Úgyhogy uraim, itt még megnézzük ezeket a gólokat. Hát ezt gyönyörűen bevédte a kapus a felsőbe. Még Rónai góljára még kíváncsi leszek, hogy az mennyire szedte ki a pókocskákat a sarokból. Hát igen, ez volt a kipattanó. Ezzel lett 2-2 a mérkőzés. A szerencsésebb játékos került oda, aki be tudta ütni azt a labdát, hiába próbáltak a srácok ott védekezni. Na nézzük a harmadik gólt, ami Pehár nevéhez fűződik. Ami egy 11-es, amit ő ugye megtoltott a 16-osnak a szélén, védő becsúszott, természetesen rosszul, és abból jött a tizi, amit Pehár maga biztosan értékesített, pontosan oda a kapus helyére. Szí! És akkor Rónai góljával zárul ez a 2021-es év. Annyira nem volt csúnya ballal. Dropból, el a hosszú egyből. Hát annyira annyira nem ment a felső sarokba. De gyönyörű gól volt. Szép volt, srácok, gratulálunk a győzelmekhez. Igen, azok a hajak a legjobbak egyébként. Én nagyon szépen megköszönöm mindenkinek itt a mai részvételt, uraim. Lokomotívos srácok ugye akkor ma a Black Angels csapatával csaptak össze. Az első mérkőzés 4-0 volt, a második mérkőzés 4-2-re nyerték, úgyhogy 6 pontot gyűjtöttek a tabellán. Ez volt a 21-es év utolsó mérkőzése. Jövőre folytatódik a sorozat. Én pedig tényleg még egyszer megköszönöm mindenkinek a részvételt. Nagyon, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.